Nagyon köszöntlek titeket. Ott tartunk, hogy arról beszéljünk, de jó, nyitva az ablakok, az ajtók, az jó. Szóval, hogy beszéljünk arról, hogy amikor egy bármilyen csoportban, bármilyen közösségben, de most itt egész nyugodtan gondolhatunk arra, hogy a munkahelyünkön, vagy valamilyen sporttevékenység során, vagy bármi szabadidős dolog kapcsán, ugye nagyon sokféle együttességnek vagyunk a részei, vagy részesei, és hogy miközben ez így van, aközben nagyon izgalmas rálátnunk saját magunkra, hogy ezekben az együttességekben, csoportokban, közösségekben tulajdonképpen milyen dinamikák történnek, és mi minden játszódik le velünk, meg mi minden játszódik le bennünk. És azt mondhatjuk nagyon egyszerű, általánosító mondatként, hogy valamiképpen a családi dinamikával párhuzamos, vagy ahhoz kapcsolódó, abból értelmezhető, levezethető dolgok történnek velünk. Úgy általában azokban a csoportokban, vagy közösségekben, együttességekben, amelynek a tagjai vagyunk. Ezért nagyon érdemes rálátni, hogy tulajdonképpen milyen tapasztalataink vannak úgy egyáltalán csoportokban, az osztály közösségben, meg akárhol. Tudom, már most kinőttük ezt, csak mindjárt megérkezek, hogy kik is vagytok. Na, tehát nem állítom azt, hogy pontosan az eredeti családnak a dinamikáját ismételgetjük mindenképpen és minden áron a különböző csoportokban. Csak azt mondom, hogy a családi dinamikának valamiféle összefüggése szokott lenni, és nem is elhanyagolható ahhoz, amit éppen egy csoportban átélünk vagy tapasztalunk, amit csinálunk, és amiről azt gondoljuk, hogy történik velünk. Mert vagy ismételgetjük ugyanazt. Ez lehet nekünk jó, de lehet nagyon rossz. Ugye valakinek az a család történetéből az élménye, hogy ő neki mindig is sikerült valami jó helyet találni. Bemegy egy önismereti csoportba, vagy bemegy egy munkahelyre, számára a legtermészetesebb, hogy hol van az a jó kis hely, ami itt kell, hogy legyen valahol. Ő így néz körbe. Tehát azt mondja, hogy jaj, most meg kell verekednem egy helyért, meg fogtok-e szeretni, hol van a helyem? Hol az a jó kis hely, amit már nekem itt kitaláltak? És ezért ő vele valahogy ugyanaz történik majd, mint ami a családjában megtörtént, hogy ott is volt helye, és itt is megtalálja a helyét. És jön egy ugyanolyan valaki, és az meg ott félszegen, jaj, nem tudom, leülhetek, 2 nap alatt leveszik a pofát. Ja, érthető volt ez a mondat? Tehát leveszik, hogy kiről is van szó, és ő neki tényleg nem lesz helye, hanem azt vesz észre, hogy a harmadik nap, mintha egy kicsit több munkát kapna, mint amennyi a munkaköri leírásában van. És ez nem igaz. Hát otthon is mindig én mosogattam, a tesóm az ment, fütyűrészet, ment focizni, ott is én voltam a jó kislány. Hogy a csudából? De tényleg az én dolgom? Tehát biztos, hát ha ide adta a kolléga, akkor biztos az én munkám kell, hogy legyen. És, na, ezt nem ragozom. Tehát pozitív és negatív is ismételgethetjük ugyanazt a dinamikát. De az is lehet, hogy éppen a búránk tele van azzal, hogy semmibe néztek otthon. És toppantunk, és megyünk az új munkáinkra, azt mondjuk, hogy most megváltozik a világ. És hogy éppen direkt másképp csinálunk mindent, persze, mert nincs rutinunk, marhára összeveszünk mindenkivel. És azt gondoljuk, sokkal jobb volt, hogy eddig csináltuk, mert ott legalább áldozatok lehettünk, itt meg most még a hülyeségünk terhével is szembe kell nézni. Na, de nem baj. De ez is a család történetünkhöz kapcsolódó történet, ugye, csak éppen mondjuk pont ellentéte. De olyan is lehet, hogy éppen egy úton vagyunk, és a fejlődésünkben eljutunk oda, hogy na most végre megengedem magamnak azt, amit sose engedtem meg a családba. És akkor élvezetesen beszólsz a főnöködnek. Ez az, amit az apámmal sose mertem megtenni, és de jó, hogy szabad vagyok most 1-2 hónapig. Ez remek. Nyertem egy kis szabadságot. Na most, tehát
amikor ezt mondom, hogy valamiképpen a csoport tapasztalataink, és itt mindenféle csoportra gondolhatunk, összefüggésben van az eredeti család történetünkkel, az ottani csoport tapasztalatunkkal, akkor tehát nem azt állítom, hogy mindent ismétlünk így, metronomszerűen, hanem hogy valami összefüggést láthatunk. És ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen tudjátok, ez mindig a vesszőparipám, hogy fogalmunk sincs a valóságról. Fogalmunk sincs róla. Tehát már ahogyan életünkben először belépünk egy új csoportba, már oly mértékben előre hangoltan, és oly mértékben a valóságtól elrugaszkodottan viszont az a családtörténetünk által érthető módon látunk mindent, és érzékelünk mindent, és fogunk föl mindent, és értelmezünk mindent, hogy az általában vagy köszönő viszonyban sincs a valósággal. De azt természetesen mi halálosan komolyan úgy éljük meg. És ebből a szempontból van ugye óriási jelentőség a csoportnak, hogy vagy akár egy jó barátnak, egy munkahelyen, vagy valakinek, aki tud egy jó tükröt tartani elénk, hogy te tulajdonképpen te mit csinálsz. Ezért sose felejtem el, hogy egy csoportban, az ott küzdöttem meg minden, és oda jött egy pap barátom, ő is a csoportnak a tagja volt, de ez nem egy ilyen papi csoport volt, csak ketten voltunk ott papok, és azt mondja, Feri, nincs is ellenség. Hát ezen aztán meglepődtem. Hogy nincs ellenség? Akkor kikkel harcoltam? Na, ez egy ilyen fölvilágosító mondat. Tulajdonképpen én vittem bele az egész ott létembe azt, hogy én azt gondoltam, hogy biztos, hogy valakikkel harcolni kell. Az lehetetlen, hogy valakikkel nem kell harcolni. Mindig harcolni kell. Küzdeni kell, győzni kell. Jaj a vesztesnek. De ezt az egészet én vittem oda be. Na, most eszembe jutott egy film. Megnéztem néhány nappal ezelőtt a gimnazistákkal, mert egy-egy téma kapcsán, itt például a rasszizmus csoportközi konfliktus volt a téma, és megnéztük az Ütközések című filmet. És a kezdő jelenetet szeretném nektek idehozni, annak ábrázolására, hogy milyen döbbenetesen előre hangoltak vagyunk, hogy amikor életünkben először belépünk egy csoportba, már ott is mennyi minden el van döntve. Nem az, hogy mi történik velünk, hanem hogy mi mit gondolunk, hogy ott mi van, és hogy mi történhet velünk, és hogy mit kell csinálni. Ezt pedig kijön, most muszáj ezeket mondanom, de kijön két néger srác. Két fiatal néger srác, és az egyik azt mondja, láttad, hogy mit csinált a pincérnő? Láttad? És akkor másik, miért? Nem csinált semmit. Kiszolgált mindenkit. Kiszolgált mindenkit? Miért ültünk fekák? És hozzánk nem jött oda. Bezzeg az összes hógolyóba, meg hóemberbe töltötte bele a kávét. És dühöng. És ezt nem vetted észre. 20 percig ott ültünk, és egyszer se jött oda. És ezt mondja. És akkor a másik azt mondja, hülye vagy, nem is kértünk kávét. Na ez az, hogy nem kértünk. Ez az, hogy nem kértünk kávét. Persze, hogy nem kértünk kávét. Hogy is kértünk volna kávét? Mi fekete gyerekek vagyunk. Nincsen lóvé a zsegünkben. Hogyan kértünk volna kávét? Persze, na most már próbálok csak úgy, hogy mondjam, gyorsan a történet segére csapni. Tehát... hogy azt mondjuk, persze, hogy nem jött oda a pincérnő, na, mert mi belőlünk fekákból nem nézte ki, hogy van pénzünk. Ugye ezért ránk se hederített, akarhattunk volna mi kávét kérni. Másik megy mellette, ez egy utcai jelent, azt mondja, tehát hülye vagy? Hát hülye, a pincérnő is néger volt. Azt mondja, no ez az, látod, hogy ez az? Hogy ez a kultúra, ez az ország, hogy bekebelez mindenkit? Hogy valaki pincérnő lesz feka létére, és már a fekákat nem veszi észre? Ez így megy, és akkor mennek tovább, és azt mondja, ugye csak megállnak, és azt mondja, te hogy lehet az, hogy itt körülöttünk mindenki fehér, csak mi vagyunk feketék? És hogy van az, hogy itt jött szembe egy pár? És miközben jött szembe, a fehér nő persze rögtön a fehér pasia mellé bújt. Ugye, hogy rögtön félnek, pedig itt van egy csomó fehér, és mi itt vagyunk feketék ketten, és ők nem félnek,
vagy nem, ők félnek, és mi meg nem. Most ez hogy vagy? Na, tehát, hogy ugye, hogy mi félünk, ők meg nem. És akkor meg azt mondja, hát nem is félünk. És akkor lányos, de tulajdonképpen miért nem félünk? Ha azért nem félünk, mert nálunk van a fegyver. És mennek is, annak a fehér házaspárnak elrabolják az autóját. Na, ez a kezdő jelenete az Ütközések című filmnek. Ezt azért akartam mondani, ez a Párbeszéd, valami eszméletlen zseniálisan mutatja azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki teljességgel előre hangoltan érzékel egyáltalán, és az egész tapasztalását ez határozza meg, valamiképpen kicsiben, nagyban, ezt éljük meg, bármelyik csoportba is megyünk mindaddig, ameddig nem kezdünk el reflektálni, rálátni, ránézni arra, hogy milyen összefüggések vannak a csoport tapasztalataink és a család történetünk között. Na most, említettem már itt néhányat, és tudjátok, szó sincs róla, hogy 14 példát mondok. Nyilván 28 van, csak a 14-et azért, hogy na nézzünk bele ebbe a világba, mi mindenre lehet itt gondolni. És egyiket sem minősítem, hogy ez most rossz, vagy nem így kell csinálni, vagy jaj de bén, ahogy így csinálta. Nincs minősítés. Csak próbálom leírni, hogy jaj de érdekes. Egyszerűen csak az a cél, hogy rácsodálkozzunk. Hogy ilyen is van. Vagy én voltam ilyen, vagy én vagyok ilyen, vagy épp a másik volt ilyen, vagy... A megértés a cél. És akkor emlékeztek, mondtuk ezt, hogy valaki, aki körömszakadtáig kapaszkodik a vezetőkbe. Ő oldja meg, ő mondja meg, ő a tutit, ő a biztos, a vezető, mindig. Jó, ez nagyon szép volt, hogy itt mindenkit meghallgatunk a körbe, de mit gondol a vezető? Ez, hát az összes többinek a véleménye negyed annyit nem ér, mint a vezetőnek két mondata. De a vezető két mondata, na az igen. És milyen érdekes, hogy mindig azt talál be nekem. De jó csoportba jöttem, milyen jól választottam meg a csoportvezetőket. Ezt érdemes volt kivárni, ezt a két nagyszerű csoportvezetőt. Ezek tényleg úgy tudják, annyira, ez a döbbenetes, hogy két mondattal olyat mondanak, ez hihetetlen. Ez döbbenetes. Megvan ez? Tehát ez. Jó. De nyilván ennek meg lehet a másik oldala is. Jó, második pont, amikor irreálisan idealizálom a vezetőt, vagy az egyik vezetőt, és ennek beszéltünk egy picit a hátteréről, idealizálni azért szoktunk valakit, hogy a vele való kapcsolat révén előnyökhöz, pszichés, érzelmi előnyökhöz jussunk, biztonságérzethez például, vagy ahhoz, hogy na ő tényleg tud nekem segíteni, és akkor megengedem neki, hogy ő tényleg tudjon nekem segíteni, és ezáltal tényleg segítséghez jutok, és ezáltal jobban leszek. Aztán a harmadik, amikor a vezetőt vakon elutasítjuk, egy képviselőtestületi gyűlés, remek terepe a szemlélődésnek, hogy mondhatok akármit, a legzseniálisabb ötletem is lehet. Van, akinek nem számít. Legfőjebb, jó, próbálkozzon. Jó, tehát ez a harmadik, vakon elutasítjuk a vezetőt. Négy. Vezetőt, a főnököt, a teljesen mindegy. Négy. Amikor valaki nagyon kritikus és gyanakvó szemmel nézi a vezetőket, állandóan attól fél, hogy őt manipulálni fogják, őt majd megvezetik, majd ráveszik őt valamire, amit ő nem akar, hogy biztos van olyan valamit itt nagyon résen kell lenni. Nagyon. Náluk a hatalom, erre nagyon vigyázni kell. Ez mindig egy nagyon veszélyes. Tehát, ez lehet teljesen megnehezítheti a dolgunkat. Hogyha, nem tudom én, 3-4-5 év, 20-30-40 év, és nem tudjuk a bizalmunkat adni. Mert annyira fenyegetve érezzük azt, hogy mi lesz a szabadságunkkal, mi lesz a... Na, a mi értékeinkkel, félelem az ellenőrzéstől, vagy akár rettegés az infantilizálódástól, hogy majd ott csak egy ilyen pici, egy szál vagyok a sok közül, de én akkor nem egy szál valaki akarok lenni, az nekem kevés, hogy egy szál valaki legyek.
Oké. Öt. Mikor valaki maga se tudja miért, például arra törekszik, hogy megossza a vezetőket. És akkor van egy jó vezető, meg egy rossz vezető. A kisfőnök nagyon jó fej, az egy annyira jó fej, bár csak minden főnök ilyen lenne, az annyira jó. Na de a nagyfőnök, na az katasztrófa, hogy jutott el az oda, ez döbbenetes. És valahogy az ő életében mindig jó fej kisfőnökök vannak, és mindig rossz fej nagyfőnökök. Hogy is van ez? De amikor például egy önismereti csoportban két vezető, és hogy persze sokszor a férfi-nő alapján megy, hogy anya-apa történet, és akkor az egyikre nagyon figyelünk, a másik, hát szóval ez hogy kapott diplomát erről? Ezt nem is értem, hogy biztos, hogy elvégezte? Vagy ilyen szánalomból vezethet ezzel a másikkal, aki annyira jó? Na, tehát a következő az az, mikor valakinek mondjuk a család történetéből a szülei sosem tapasztalható egységet mutattak, ha ez egy értelmes magyar mondat. Hogy nem látta a szüleit, hogy ők egyek. Nincs erről mintája, nincs tapasztalata. De elég korán megtanulta azt, hogy oszd meg és uralkodj. Az anya nem engedel, megyek az apához. És akkor az apám... Vagy fordítva. Szóval, hogy hogyan ismétlődhet meg az, hogy egymás ellen kijátszok vezetőket, és ennek van egy sajátos másik módja is, hogy valaki folyamatosan rivalizál a csoporttársaival. Képtelen abba hagyni. Az muszáj neki. Ó, mi van ott a családtörténettel? Nem lehetséges az, hogy ezt is tapasztalatként hozza otthon a tesóitól? Hogy muszáj? Mondok nektek valami önismeretit, csak rágom egy kicsit a körmömet előtte. Azt mondja egyszer nekem valaki, egy csoportvezető társam, vezettük együtt a csoportot, és azt mondja, hogy te olyan érdekes ez, Feri. Hogy a csodába van, hogy veled nem szoktak rivalizálni a csoporttagok? Hogy valahogy nem szoktak rivalizálni, én vezettem veled már többször, veled nem szoktak rivalizálni. Hogy van ez? És van olyan élményed, hogy csoportokban nagyon rivalizálnak veled? És nekem nincs. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi az oka annak, hogy én, most már mondom a vége felé, nem is veszem észre, hogy velem valaki rivalizál. Nem is veszem észre. És egyébként meg, miért rivalizálna velem bárki is? Már hülye vagy? Most elnézést a kifejezésért, ezt tudjátok honnan jön? Hogy én bennem jó erősen megszilárdult az az alappozíció, hogy én oké vagyok, ti meg nem biztos. És én megtanultam innen látni a világot, ez egy fokkal jobb, mint hogy senki se normális, mert így én legalább életbe tudom tartani magam, és ezért én rájöttem néhány évvel ezelőtt, hogy tényleg vak voltam arra, hogy egy csoportban, ahol én vagyok, velem valaki rivalizál. Hát miért rivalizálnád? Semmi esélye. Ez most lehet, hogy nagyon hülyé hangzik, most jól kinevettek, nem tudom mi, de ez az én család történetemből nagyon világosan előáll. Nagyon. Én úgy tudtam életben maradni. Ez nagyon... Nem bánt. Nem. Csak élni akar. Ő is csak egy ember. Szóval a családtörténetemből érthetővé vált magam számára az, hogy tudjátok, ezt emlegettem nektek, én picurként kezdtem az életet. Picurként, akivel a tesója azt csinálta, amit akart, mert kétszer olyan nehéz volt, és oda rugdosott a rácsos ágynak a sarkába. Tehát valamit ki kellett találni, és természetesen nem tudatosan, én előbb-utóbb ezt találtam ki magamnak. Én vagyok a legjobb, aztán kész. Persze vagy így van, vagy nem. De... És ezért én teljesen vak voltam, és emlékszem, volt egy csoport, visszajelzéseket adtunk, és akkor leült valaki, és azt mondja, hogy hát tudod, Feri, azért én
itt voltunk két évig, az én nagyon, ú, de ütöttelek, vágtalak volna téged, ú, de én hogy küzdöttem veled meg, és én ebből nem vettem észre semmit. És azt mondta, tudod, hogy utáltalak, mikor téged szerettek, új, de utáltalak, és tudtam, hogy így lesz. És ez nekem olyan volt, mintha egy teljesen idegen világot látnék. De hogy miért? Ezt nem is értem. Na, tehát van, akinek lételeme, hogy ott a csoportban rivalizáljon, vagy a vezetővel, vagy a csoporttagokkal. Nekem ez nem volt lételemem, de ebben semmi erény nincsen. Ez egyszerűen a család történetemből adódott. És, na, következő. Most elvesztettem a pontokat, de szerintem 8, 6, 7. Hát, tudjátok, azt hittem legalább figyeltek. Hát most itt kiteszem a lelkem, és akkor itt 6, 7, 8, hát... Hogy tanuljátok ezt meg következő alkalomra? Jó, tehát akkor a következő pont, hogy mikor valaki minden csoportban folyton folyvást tulajdonképpen egy klasszikus rugóra jár, küzd a kiemelt figyelemért. Küzd és harcol és verekszik és sír, és bármi, a teljes repertoárt be tudja vetni, csak hogy ő rá figyeljenek, vagy hogy ő rá egy kicsit többet figyeljenek. Hogy vegyék észre, és megint vegyék észre, és vegyék észre, hogy vegyék észre. És hogy természetesen ennek megvannak a lágy hullámai, és megvan az egészen elviselhetetlen forgatókönyve is. Mikor valaki mindegy neki, akkor csinál egy botrányt. Mindegy neki, akkor csak hogy kiemelt figyelemhez jusson. Csak ezért. És nyilván mögé tehetünk többféle család történeti helyzetet. Pro és kontra, akár azt, hogy sosem kapott megfelelő figyelmet, és most verekszik, és azt gondolja, hogy nem szerethető igazán, nem veszik észre, csak hogyha ő nagyon-nagyon mutatja magát, különben nem veszik észre. Vagy pedig, hogy ő az elkényeztetett gyerkőc. Ezért aztán ő neki az a megkülönböztetett figyelem jár. Hát az a minimum, hogy egy 3 órás valami alatt egy kis blokk róla szól. Ez a minimum. Tehát ő neki minden alkalommal egy kicsit a középpontban kell lennie. Fárasztó, ugye? De mindenkinek, tehát nem csak neked. Következő. Amikor vakon engedelmeskedünk, és mindenhol azt szimatoljuk, hogy milyen elvárás az, aminek most meg kell felelni. Elvileg ők a csoportvezető álmai, akinek azt mondjuk, hogy jó, most mindenki álljon föl, keresen egy párt, és már megy, és keresi a párt, és aj, megy, és az a legtermészetesebb, ő neki mindig van párja, mindig, és mindig jól vál, mindig. Csak a csoportvezető ül, és azt mondja, milyen jó, és ez a csoportvezető, és ez remek. Mondom, hogy párválasztás, választják, engedjétek el egymást, elengedik, ez egy jó műfaj. Ó, elvileg, hogy a csoportvezetők álma, vezettek kisközösséget, nem tudom mi, az engedelmes csoporttag. Hogy aztán ez az ő fejlődését segíti-e, vagy nem, óriási kérdőjeleket ide tehetjük. De ő valahogy hihetetlen, nem tudatos érzékkel cuppan rá a vezetők szükségleteire. Nők különösen is nagyon ügyesek tudnak ebben lenni. Sose felejtem, hogy öreg pap tanított engem az élet bölcsességre. Ücsörögtünk, iszogattunk, már kólát, mármint én, és azt mondja, hát tudod, Feri, úgy van az a nőkkel. És akkor ücsörögtünk egy kicsit, úgy morzsoltuk magunkba ennek a félmondatnak a súlyát. Mi ketten papok, az öreg, meg a fiatal. És akkor így folytattuk, hogy tudod, a nők olyan zseniális érzékkel tudják nélkülözhetetlenné tenni magukat egy pap mellett,
hogy aztán már csak azt veszed észre, hogy nem is tudsz nélküle élni. Ezt a bölcsességet adta át, és akkor megint iszogattunk. Morzsolgattuk a mondat súlyát. Szóval, de ezt nagyon megjegyeztem tőle, és aztán lett egy ilyen látásom, hogy természetesen ez lehet valami kifejezett manipuláció. Na de a manipuláció is valahonnan jön. Honnan tanuljuk meg, hogy az apucit manipulálni kell? Hát a családból tanuljuk meg. Hát honnan tanuljuk meg, hogy mondjuk az anyánk oda jött hozzánk, hozzá mondjuk serdülő lányhoz, és azt mondta, hogy Terike, Feri-Teri, ezért mondom el. Teri, menj oda apádhoz, simogasd már meg őt, tudod, rád hallgat, és mondd neki, hogy inkább Balcsi legyen, ne Adria. És akkor kihúzom magam, érzem itt a feszességet, és megyek az apámhoz, és megédesgetem, elcsábítgatom, manipulálgatom, és rájövök, hogy ó, micsoda erőm van nekem, hogy tudok én hatni egy ilyen komoly emberre, az apára? Hát ezek után bármelyik férfi jöhet. Hát az apámat sikerült ujjam köré csavarni. Tehát az, hogy egyáltalán valakiben ez benne van, hogy ő ez. Na tehát, nem biztos, hogy az engedelmes közösségi tagok járnak a legjobban. Következő pont, az egymással szövetkezők mások vagy a vezetők ellen. Hát nem csak szólóban csinálja, itt már egy rendszert látunk. Tehát mondjuk kisközösségi alkalom után beugrunk még egy kávézóba, és elmondjuk, hogy kik a hülyék. És miért pont ők a hülyék, és hogy nagyon hülyék. Ezt jól elmondjuk, és nagyon egyetértünk. És nagyon tudjuk, hogy nagyon ők a hülyék. És aztán nyilván a következő alkalommal jó hangoltan megyünk. Ugye tudjuk, hogy hol a helyünk, meg a másiké is hol van. Ez valami saját tapasztalat, ugye? Az. Akkor szokott így tovább menni. Oké. Aztán vannak olyanok, akik magukat elhanyagolják, hogy mások jól érezzék magukat. Magukat elhanyagolók. Ó, legyen úgy, hogy ők mondják, ahogy ők szeretnék, te hogy szeretnéd, hát ahogy a többiek szeretnék, az jó lesz. Sosem felejtem el, szoktam nektek mondani, hogy készült egy csoport a keresztelkedésre. És hogy készültek, hogy az előbb-utóbb mindenkit megkérdezett a pap, hogy na, most akkor keresztelkedsz vagy nem? Igen. Keresztelkedsz vagy nem? Jaj, nagyon szeretnék. Keresztelkedsz vagy nem? Persze! Keresztelkedsz vagy nem? Keresztelkedsz vagy nem? Ugye megállt a folyamat, és akkor, na, mi van? És az, hát, hogy tudod, én a bizonytalan vagyok, de azt gondolom, én akkor majd olyan leszek, mint a malac farka. Hogy ahova megy a malac, oda megy a farka. És hogy itt mindenki mondta, hogy igen, hát akkor én is. És akkor már ez egy csoport, és akkor... És a pap egy laza húzással ezt a csoporttagot elnevezte farkincának. Mert hogy annyira maradandó volt ez a helyzet számára, hogy farkinca. Farkinca később manöken lett, egy nagyon szép nő volt, és a papnak a szavakhoz nem volt mindig olyan brilliáns érzéke, ezért nem egyszer a következőképpen szólította meg: Farok, hozd már nekem, légy szíves! Látszik, hogy egy más vonatkoztatási rendszerben dolgozott, mint úgy a hétköznapi. Szóval létezik az a csoporttag, aki hát legyen úgy, ahogy ti, legyen úgy. És
És hát az úgy biztos jó lesz, és hát biztos nekem is jó lesz. Nem tudom, hogy jó lesz, mert fogalmam sincs, hogy mi lenne nekem jó, de biztos jó lesz, ha az nektek jó, akkor biztos, az biztos jó lesz. Azt sem tudom, mi az, hogy jó vagy rossz, de jó, az úgy, ahogy ti. Oké, na ennek aztán van egy még szebb változata, akik meg akarják menteni a többieket. Az áldozathozók, önmagukat oda vetők. Ugye itt nem az a szépség ragyog föl, amiről így beszéltünk, hogy önátadás, meg önfelülmúlás, inkább annak egy sajátos fonákja. Ez akkor nagyon érdekes, mikor valaki úgy akarja megmenteni a csoportot, hogy a csoport ezt nem is kéri. Na ebből szoktak érdekes konfliktusok támadni. Az egész csoport mondja, hogy de nem kell, nem. De ő azt mondja, de tudom, hát ezt mondjátok most, hogy nem kell. Hát persze, nyilván ennél sokkal jobb emberek vagytok, hogy mondjátok, hogy kell, de... Jó, egy szót se többet, szót se. Akkor valaki az egész csoportét, a közösség, ő vállalja a felelősséget, ő majd nem kérte senki, de ő és mindenki szereti, de a mi részünket hagy vigyük. Jó, Mária rádió hallgatói most sok mindenről maradtak le, és ezt szívből sajnálom. Ezért érdemes csoportba járni, nem egyedül hallgatni. Hát ezt a szemét mondatot. És ha valaki nem tud eljönni, hát rájuk nem gondolsz. De gondolok. Ezért szemét a mondat. Na most... Szóval... Akkor... Vannak az örökös távolságtartók, mindig 25-ször átgondolja, hogy egy érzését megjelenítsen, 25-ször. Most ebből eszembe jutott, tudjátok, hogy hát honnan tudnátok? Most miért kérdezte? Honnan tudnátok? Hát nem, mert hogy kedd délelőttönként mindig összejövök a közvetlen munkatársaimmal, és együtt reggelizünk. Ez remek. És kifejezetten egy jó munkatársi világunk van, nagyon bírjuk egymást, meg mi egymást. És csak mondom, hogy például miről beszélgettünk ma. Ma például arról beszélgettünk, hogy kinek milyen függőségei vannak, vagy voltak élete során. Az elég komoly téma, nem? Mi úgy a reggelire ezt úgy bedobtuk, úgy egymás után, még csak azt se kellett mondani, hogy akkor menjünk egy kört, és akkor egymás után, hanem úgy jött ki belőlünk. Hát olyan dolgokat tudtunk meg egymásról, sose gondoltam volna, hogy hát igen. Igen, erről többet nem. És aztán jöjjön az utolsó előtti pont, a perifériára szorulás. Mindig van, aki mindig perifériára szorul. Mindig a csoport szélére sodródik. Mindig. Ez általában ördögi körszerűen szokott történni. Tehát, hogy akik úgy általában mindig úgy érzik, hogy őket nem fogadják be, őket sose fogadják be, akárhova mentek, őket sose fogadják be. Hányszor hallottam én, jöttetek hozzám, vagy jöttetek valakikhez, vagy mentetek, vagy állandóan ijeszegtek, mozogtok, már most üljetek, hogy, és mondtátok, hogy igen, már voltam 3 közösségbe, és egybe se találtam meg a helyem. Pedig mindenhol 2 hetet el is töltöttem, ott 2 hétig ültem, és nem történt semmi, ott ültem, és semmi, és... Szóval vannak, akik iparszerűen állandóan a perifériára szorulnak, és ez persze rettenetesen fájdalmas, és szó sincs róla, tehát semmi minősítés, nincs ítélkezés, csak mondom, hogy ez, innen ágasztam el, olyan ördögi körszerűen szokott történni. Tehát már eleve egy bizonytalansággal megyek, na vajon itt megtörténik-e? Mert eddig mindig így volt, mindig. Na, kíváncsi vagyok, és már így ülök, már most magamba vagyok, roskadva, na észrevesz-e valaki? Tehát még mindenki úgy...
Hát nem a mai alkalom is. Én úgy láttam, a többiek egész jól el voltak, csak én ültem így itt, és nem. Hát szerintem ez se lesz olyan. És a következő, már ezzel a hangoltsággal. Hát nem, már most érzem, hogy nem jön be, de hát mindegy, most 2 év, azt mondtuk 2 év, hát végigcsinálom, mert hát ha állítólag a farkaséti közösség jó, hát nem tudom, vagy Káposztásmegyer, állítólag valakiknek jó volt az a Káposztásmegyer, meg nem tudom, szóval ez az egyház is olyan, hogy vagy Zugliget, ugye az is egyeseknek, az bejött állítólag, hát most na, próbáltam valamit érzékeltetni ezzel, hogy valójában amikor az 2 hét után, 2 hónap után, 2 év után, bármikor ülsz és azt mondod, hogy nem tudom, most már a csoport dolgokat kimerítettem. Tehát voltam csoport, önismereti csoportba, közösségbe mentem, voltam hajómodellező klubtag, meg... És ezek nem, hát most akkor valószínűleg az egyéni terápia az mert most más nem, egy jó egyéni. Hát már ha a terapeuta figyelni fog rám, mert hát tulajdonképpen ő is egy ember, tehát lehet fáradt meg minden, és ezt én ezt nagyon meg is értem. Hát ő is ember, nem? És szegény, hát milyen fárasztó lehet egy terapeutának? Szóval, hogy meg vagy egy papnak pláne, a papnak nagyon. Nagyon, hogy jönnek hozzá az emberek óráról órára, és ő figyeli őket, jaj, nem. De azt hiszem, hogy nem is megyek el így senkihez, nem. Nem, hát most én fárasztam a kis hülyeségeimmel. Az, hogy boldogtalan vagyok, hogy 50 éves vagyok, nincs senkim, és a kutya is megdöglött, hát nem. Nem, szerintem, nem, hát valahogy majd tovább megy az élet, nem, hát. Na, átjött ez. Hányszor mondjátok, de hát ez megint olyan, hogy nem tudlak nem szeretni benneteket, most azon túl, hogy nagyon unom, hogy mikor olyan kedvesen mondjátok, hogy azért de nehéz lehet neked, hogy ezt hallgatod egész nap. Ezt hányszor, ezt minden... Hát, hogy mondjam, nem orosz ruletten jött ki a papság nekem. Hogy háromszor próbálok, hogy negyedjére azt mondom, hogy na, inkább most már elmegyek, tehát ez nem most már... Tehát, egy 6 lövetű kolttal csináltuk a haverommal, tehát azért azt óvatosan. Tehát szabad elhatározásból vagyok ott. Tehát, na, itt egy ördögi kör, egy önmagát jó, vaskosan elmélyítő, megerősítő kör, mintha ez lenne a valóság, ez lenne az élet. És hogy velem mindig ez történik. Szoktatok ilyet mondani? Velem mindig ez történik. Ó, hát ez emögött a mondat mögött egy univerzum van, hogy velem mindig ez történik. Igen, és hol tartok, hol vagyok, ki vagyok, mit csinálok. Igen, hát nem is érdekes a 14-es, mert járatjuk itt a sok betűt. Na most, ez lett volna az ugródeszkánk, hogy ránézzünk, hogy milyen izgalmas most egy-két hétig azon töprengeni esetleg, hogy én velem mi minden szokott megtörténni egy csoportba, és annak van-e valami összefüggés a családtörténetemmel. Ez egy izgalmas dolog. De most akkor lépjünk, és ígértem nektek, hogy családoznánk. Tehát most család, május, nem tudom én, 24, 25, valahogy így. Tehát az utolsó alkalomig kizárólag család. És a mostani következő 9 pontnak a címe, itt most nagyon fontos, hogy nem gyerekről beszélünk, nem apáról, nem anyáról, nem testvérről, hanem a családról, mint rendszerről, mint együttességről. Ez a szép. És akkor egészségedre. A család mentál higiénés funkciói. Jó téma, szeretem téma.
bele is csapok, tehát van itt 9 pont, de alpontokat is fogtok hallani. És végül, mikor a végére érünk, érdekes lesz majd a kép, ami itt összejött. Természetesen nem a magam okosságát mondom. Komlósi Piroska 1989-ben publikálta, ha ez valakit érdekel. Azt mondja, egyes pont, a világra vonatkozó információkat a család összegyűjtés továbbítja. A világra vonatkozó információkat összegyűjtés továbbítja a család, és ennek van 3 alpontja. A. Az információkat megszűri. Ennek megvan az előnye, és megvan a hátránya. S húsvét előtt jött hozzám egy nagypapa. Azt mondta, Feri atya, jönnek hozzám az unokák, az egyik fiú 13, a másik 9. Arra gondoltam, hogy Mel Gibsonnak a passióját megnéznénk húsvétra. Jó ötlet! Hát, ha ismersz egy jó traumaterapeutát, akkor csak hajrá! 9 éves gyereknek nem jó ötlet. 13 éves gyereknek nem jó ötlet. Hogy kinek jó ötlet, azt nem tudom, de nem jó ötlet. Nem. Hát hogy lenne egy 9 éves gyerek arra vérmennyiségre, hogy mondjam, szocializálva, vagy fölkészülve? Hát ne. Ne. Ezért a családnak igenis van. Egy jó értelem. Most, hogy igenis van, azt mondjuk, a család, ha jól működik, akkor ez a funkciója is jól működik, és ez védi a gyerekeket. Plö. Természetesen ismerünk olyan családot, ahol ez a funkció nem működik jól. Egy héttel vagy 2 héttel ezelőtt hallottam épp egy egészségedre. Jó van, ott már volt egy, az 2, és akkor... Hogy egy legfrissebb kutatás magyar, hogy azt kérdezték, hogy az általános iskolás korú gyerekek internet használatáról a szülők mit tudnak, és van-e egyáltalán fogalmuk arról, hogy az általános iskolás korú gyerekek az interneten mit néznek. A magyarországi adat azt mutatja, hogy a szülőknek jóval több mint 50%-ának gőze sincs arról, hogy az általános iskolás gyereke milyen információkhoz jut az interneten keresztül. Ó, ez most csak egy ténykérdés, én most nem huhogok itt, meg ilyesmit nem csinálok, csak mondom, hogy akkor ez azt jelenti, hogy teljesen ellenőrizetlenül, és itt a család védelmi funkciója a kérdés, anélkül a védelem nélkül jut hihetetlen mennyiségű információ a gyerekekhez, amelyel kapcsolatban nincsenek is fölkészülve. Annak az értelmezése, annak az értelmezési lehetősége, egyszerűen nincs semmi sem adva. Ezért azt gondoljuk, ugye szokták szülők mondani, jaj a szex, hát a gyerekek ma már 10 évesen tudnak mindent. Na ez egy óriási... Egész kicsik tudnak már mindent. Hát erről szó sincsen. Szó sincs. Azért, mert információik vannak. Hogy tudnák? Hát ez egy téveszme, hogy tudják, azért, mert láttak már ilyet, meg olyat, meg tudnak csúnya szavakat mondani, meg tudják a szép szavakat is mondani, meg hát, hogy tudnák? Információik vannak, hogy aztán az hogy épül be, vagy mit csinál velük, vagy mit kezdenek vele, vagy az, hát ez óriási kérdőjel. Na most, a másik, az információk rendezése összefüggésbe, sőt, történelmi távlatba állítása, mint a család egyik nagyszerű mentálhigiénés értékű funkciója. Tudjátok, hogy a zsidó családokban széder este, húsvét este van egy gyönyörű szokás. Volt alkalmam a zsidó keresztény baráti társaság elnöke meghívására az ő családjában tölteni egy széderestét. Óriási élmény. És ott ma is úgy megy, mint ahogy minden hitét, vallását gyakorló ortodox zsidó családban, hogy egyszer csak a húsvéti vacsora meghatározott pillanatában az arra kiszemelt kisgyerek
lehetőleg a legkisebb, aki már értelmes ahhoz, hogy egy kérdést föl tudjon tenni, föl kell, hogy álljon, és ugye gondolom egész este ezen izgul, hogy mikor böki az anyukája oldalba, hogy most, és akkor föláll a kisfiú, vagy a kislány, vagy a kisfiú, és azt kérdezi, mondd csak, édesapám, mit is ünneplünk, mire emlékezünk ma este? És ez olyan, mint amikor a templomban húsvétkor meghúzzák a csengőt, és akkor az apa elkezdi mondani, hogy tudjátok, és akkor fölolvas a Szentírásból, és héberül olvas föl, ahol belevaló, és a többi, és a többi. Ez mit jelent? Hogy milyen óriási kincs és dolog az, hogyha a különböző életesemények, különböző információk, azok egy összefüggésbe, sőt történelmi távolatba tudnak ágyazódni. Ezzel kapcsolatban mi nekünk egyrészt nagyon sok hiányunk, másrészt talán nagyon sok adósságunk is lehet. Egyszerűen egy olyan, ismerjük ezt, egy olyan történelmi nyomás nehezedett ránk, ami ellehetetlenítette nem egyszer, hogy abba a valódi, történeti, történelmi, családtörténeti összefüggésbe helyezhessünk dolgokat. Ez nagyon aztán megnehezíti az önazonosságunkat, az önbecsülésünket, a gyökéreresztésünket, a különböző helyzetek értelmezését és a többit. Sosem hittem volna, amíg magam nem tapasztaltam, hogy a mai gimnazistáknak, mai gimnazisták, vagy nem tudom én, 20 éves egyetemisták, a diktatúráról beszélni olyan, mint hogyha ők azt el sem hinnék, hogy az itt történt. Pedig az csak 20 éve volt. Számomra ez megrázva. Tudjátok, mi történt? Hittanóra, középiskolások, 17 évesek. És akkor azt mondom, hogy tudjátok, hát Mincenti Józsefhez hasonlított ez a valaki. Kérdés, ki az a Mincenti József? Ez egy hittanórán hangzik el a hittanos fiútól. És kimondom ezt a gondolatomat, hogyha tudjátok, az önmegvalósításnak a jelen és az élvezet szintjén, a rövid távú cél szintjén állunk csak, nyilván ennek oka van, de hogyha csak ezt éljük és csak ezt látjuk, aminek nagyon is van oka, akkor szinte nem létezik az életünkben az emlékezés és a múlt révén való erőforrások, nincsenek. Pedig a múlt és az emlékezés hihetetlen erőforrás tud lenni. Stabilizál, önazonosságot ad, önbecsülést erősít, ott a múlt. A másik nyitott a jövő és a reménység felé. Mikor valaki a szónak ugye most negatív értelmében csak a jelent és a jelen szükségleteit és a jelen késztetéseit látja, és csak az élvezetről élvezetre való önmegvalósítást tudja élni, nem azért, mert rossz, mert valahogy ide érkezett az életútja során. Itt tart most, itt van most. Akkor ő éppen a múlt, az emlékezés, a jövő és a reménység erőitől megfosztottan él. Hogy ne lenne állandóan fáradt, kizsigerelt, karikás szemű, álmos, fölheccelt, szorongó, és közben agresszív, és közben ideges, és közben dühös, és egy pillanat alatt fölkapja a vizet, és hát hogy? Hogy ne volna boldogtalan? Tehát amikor egy családban az élet események, az információk egy távolodba és összefüggésbe tudnak állni. És egy gyereknek az élet eseményeit a szülők képesek egy összefüggésbe ágyazni. Hí, de szép az. Például a spiritualitás összefüggésébe. Emlékeztek, ahogy beszéltünk a kis Zsuzsikáról, akinek vörös a haja, és megy haza az óvodából? Hát persze, hogy emlékeztek. Hát már aki itt volt. Hogy nem volt valaki itt? Hát, pedig én itt voltam, hát itt kellett. Na, hogy tudjátok, a Zsuzsika megy haza az óvodába, és azt mondja, apa, apa, de 4 éves a kis Zsuzsika, apa, apa,
És akkor jön az apa, mi van, Zsuzsikám? Apa, apa, az történt, hogy az óvodában három fiú gúnyolt és röhögött rajtam, mert hogy vörös a hajam. Ugye ez egy életesemény, egy pillanat. És az a kérdés, hogy az apa képes-e valami összefüggésbe ágyazni ezt a pillanatot, amiben a kislány éppen elveszni készül. És ugye akkor itt játszottunk ezzel, hogy milyen mondatok, amik előre viszik a kislányt, és milyen mondatok, amik nem. És hogy mondatokra van-e szükség, vagy valami másra is. És akkor emlékeztek, ide jutottunk, hogy ha az apa fogja, ezt csinált, ez egy valós történet volt egyébként, hogy az apa azt mondta, na gyere Zsuzsikám, és fölkapta így az ölébe, jól átölelte Zsuzsikának a kis fejecskéje itt, és bementek a tükör elé. És azt mondta, nézzük meg az arcodat. És akkor, hogy az arcodat, mi van rajta? És nézték a tükröt, és a tükörbe látták magukat, és megsimogatta a Zsuzsikának a haját az apa, és azt mondja, tudod, Zsuzsikám, te vagy a világ legszebb Zsuzsikája. Ilyen gyönyörű vörös hajad is csak neked van, és tudd meg, hogy Isten ezzel a vörös hajjal nagyon szeret. Így egy vörös hajastul. Na ez egy... Mert a kislány, ezt elfelejtettem, hogy a kislány azt is hozzáfűzte, hogy apa, miért teremtett engem az Isten vörös hajjal, mikor az összes normális gyereknek lehet szőke, meg barna haja, az Isten kiszúrt velem ezzel a lehetetlen vörös hajjal. Az más kérdés, hogy 20 év múlva már mindenki arra festi a haját, szóval, hogy milyen óriási dolog, mikor egy összefüggésbe tud ágyazódni. De gyönyörű volt, tudjátok, nézzétek meg ezt az Ütközések című filmet. Hát hányszor mondjam már? Ott van egy gyönyörű jelenet, mikor mondhatom, csak azért, hogy a kislány 4, tényleg ott is 4 éves. Miért ez a 4, ez a mániám? Mi történt velem 4 éves koromban? Na mindegy. Tehát 4 éves a kislány, és megy haza az apukája, és egy ilyen jó tetovált csávó, és eljöttek a gettóból. És a kislány nem az ágyában fekszik, hanem az ágy alatt. És akkor bekúszik oda az apukája, és az a mi van? Félsz? Megint félsz? Azt mondja, igen, igen. És attól félsz, mert hogy ahonnan elköltöztünk, ott bejött egy golyó, és megállt a falba, és akkor a kislány így bólogat. És hogy, de hát tudod, direkt azért költöztünk el, ez egy jó környék. Itt nem jön be a golyó az ablakon. Úgy hát ez így nem volt meggyőző, ez egy ilyen felnőtt logika. És akkor egyszer csak az apa a következőt mondja, jaj, de hülye vagyok. Hát hiszen te már elmúltál 4 éves. Hát hiszen mikor én 4 éves voltam, akkor egy golyó bejött az ablakon. Nem. Az utolsó mondat törlését kérem. Nem, amikor 4 éves voltam, én is nagyon-nagyon féltem, és egyszer éjszaka nyitva volt az ablak, és beszállt egy angyal. Azért az nem golyó. Tehát... Beszállt egy angyal, és kérdezte tőlem, hogy hát mi van, mi van? És ott mindent, a szárnyával egyébként egy csomó mindent levert a szobába. És akkor a kislány ilyen szemekkel nézi az apa, és akkor ezt mondja az apa, hogy na ugye mondtam, hogy nem hiszed. De, mondja csak. És igen, és akkor azt kérdezte az angyal, hogy mi van veled? És azt mondja, én nagyon félek, itt vagyok egyedül, és nagyon félek. És akkor azt mondta az angyal, na tudod mit? Adok neked egy köpenyt. Ráteszem ezt a köpenyt, a köpeny láthatatlan, de mindig kell hordani. Ezen a köpenyen soha semmilyen golyó nem megy át. Semmilyen. Kés nem megy át rajta. Látod, hogy milyen jó ez a köpeny? Látod? Itt vagyok felnőttként, semmi bajom nincsen. Pedig nehéz helyen éltünk, ugye? És akkor még a homlokára csap az apa, és azt mondja, hát... Azért vagyok buta,
Mert azt mondta nekem az angyal, hogy amikor neked lesz egy 4 éves kislányod, oda kell adni a köpenyt. Kéred a köpenyt? És akkor ki kell jönni az ágy alól, és egy ilyen gyönyörű szép jelenet, ott a kislány. Az apa nagyon jól, hogy ki. És akkor oda megy, haját föl. Nem szoros. És akkor a kislány így fekszik egy picit, és azt mondja, apa, ha zuhanyzok, le kell venni. Nem kell levenni, ezt mindig hordhatod. Na, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Na ez, amikor egy helyzet, egy információ, egy életesemény, egy távolatba tud kerülni, egy összefüggésbe tud kerülni. És ez nem csak egy racionális okoskodás, hanem itt van egy apa, aki megfogja a lányát. És... Tehát itt a családnak ez a védelmi funkciója, információk rendezése, összefüggésbe, történelmi távolatba állítása. C pont az egyeshez még, az önmagunkra vonatkozó információk megosztása. Hogy egyáltalán van egy közeg, ahol magunkról lehet beszélni. Ó. A család lenne annak a helye, ahol egymás életébe be szabad vonódni. És be is vonódunk, és ez egészen természetes, hogy vannak valakik, akikkel együtt zajlik az életünk. És bevonódunk egymás életébe. És a tapasztalatokat fölhasználhatjuk, vagy használhatóvá tehetjük. Mert megosztjuk egymással az élet tapasztalatainkat, információkat adunk át egymásnak. Emlékszem, tudjátok, jártam a cserkész csapattal, egyik év a másik után, és vízi cserkészkedtünk. Ah, jó dolog! Jaj, hallom, hogy voltatok hajó kirándulni. De irigykedem rátok. Hogy lehet hozzátok csatlakozni, vagy tartozni esetleg? Annyira jó lenne valahogy hozzátok tartozni, hogy én is ilyen jó dolgokat csináljak. Szóval, az történt, hogy kikötöttünk, éppen ott akkor a Tiszán jöttünk le, na de azért az ukrán-román határtól jöttünk, ott a Tisza még vadvíz, nagyon komoly. Jöttünk, és főleg, hogyha magas a vízállás. Jöttünk, de amikor már átjöttünk a határon, és akkor Tokajhoz közel, ott már azért csalgó csordog. És mi történt? Megálltunk a kikötő helynél, de ugye olyan rettenetesen meleg volt, hogy az egyik cserkészvezető fogta magát, és a hajóból beugrott a vízbe. És az följött semmi kész, szinte nem is vettük észre. És akkor este, ugye sorakozó, hát ha valaki volt cserkész, csak rendesen. Fölálltunk, és akkor kilépett ez a cserkészvezető, és azt mondta, hogy szeretnék nektek mutatni valamit. És akkor így fölhúzta az ingét, és ahol ő beugrott a vízbe, ott a víz volt mondjuk 50 centi. Sóderes. És a teljes mellkasa ilyen... Nem, hogy vörös volt, hanem ilyen jó... 125 000 ilyen kis véres pötty. És mutatta, hogy látjátok? Ezért nem érdemes beugrani a csónakból egy olyan vízbe, amiről fogalmunk sincs, hogy milyen mély. Látjátok? Na, ezt most nem a családból hoztam, hanem egy közösségből. Hogy milyen nagy dolog az, mikor egy cserkész csapat egészségedre. Na, így. Hogy mikor egy cserkész, ez érdekes, hogy terjed ez egy... Mert te arra felé nézel, ő arra, de az, hogy ment oda, az nem tudom. Hogy mikor egy cserkész csapatban, egy cserkész vezető, mint egy jó apa, oda tud állni a gyerekek elé, és egy információt ad magáról. És azt mondja, látjátok,
hogy nem, nem érdemes. És tudjátok, hogy nyilvánvaló, mi történik ilyenkor. Persze megy este a sátorba a nagy súsbus, hogy hát az nem igaz, beugrott a vízbe. Pedig én szoktam mondani, hogy ilyet nem csinálom, beugrott a vízbe. De miközben ment ez a duma, aközben ennek a cserkészvezetőnek az ázsiója. Megosztott egy aktuális élettapasztalatát, egy információt. Hó. Annyira, hogy én nekem felnőtt emberként is ez hogy megragadt. Ez volt 15 éve, talán több is. Ezt akartam első pontként. Tehát a világra vonatkozó információkat összegyűjtés továbbítja a család, és ha ezt jól teszi, akkor jól teszi, mert ez mentál, higiénés, értékű. Na, kettő. A család világképet és életfilozófiát ad. Ma már eléggé elavultnak tekintik sokan ezt, hogy világkép, ma már nincs ilyen, hogy világkép. Ez már elavult. Már most holisztikusan látunk, integrál szemléletben vagyunk, ez a minimum, tehát a rendszer szemléletet már régen kinőttük. Már most a rendszerek és a nem rendszerek integrál szemléletében látunk, csak jobb, ha tudjátok, hogy ne nézzetek bután ki a fejetekből. Tehát a család világképet és életfilozófiát ad, mivel értékeket közvetít. Na most aztán belementünk, abba, itt a könyökötőkön jön ki, és gyorsan mindjárt mondok példákat. Tehát értékeket közvetít. A világnak a látását formálja és segíti, értelmezési keret, ami segít a jelentés adásban és megtalálásban. Annyira, ezt meséltem, vagy mondtam nektek mostanában? Ezt lehet, hogy mondtam. Nem tudom, kedves ismerősöm, pszichiáter volt. Most is az. És azt mondta, hogy na, kérdeztem tőle egy témával kapcsolatban valamit, és azt mondta, hogy na, XY írt erről egy zseniálisan jó könyvet. Nagyon jó könyv, egy csomó mindenben nem értek vele egyet. Az volt nekem ebben nagyon fontos, hogy végül azt mondta, hogy igen, egy csomó mindennel nem értek egyet, de ez a szerző legalább leverte a cövekeket. Legalább azt mondta, hogy ezt így látom. Ehhez már lehet viszonyulni. Ez jó. Ehhez képest nekem már sokkal könnyebb megmondanom, hogy mit gondolok. Tulajdonképpen a mi alkalmaink is, ha azt a célt betöltik, hogy én itt dumálok, te meg azt mondod, hogy na így biztos nem, de most már rájöttem, hogy én nagyon boldog vagyok. Nagyon. A életvezetési támpontokat nyújt. Alakítja például a problémákhoz, vagy a szenvedéshez való viszonyt. Hogy egyáltalán hogy viszonyuljunk dolgokhoz. Mondok akkor most néhány történetet. Mindannyian ismerjük azt, hogy amikor egy gyerek neki iramodik, és nagyot esik, hogy akkor azon túl, hogy most vagy ösztönösen, vagy nem, elkezd sírni, nézi a szüleit, hogy hogyan kell értelmezni az esést. És mikor a szülei kedvesen rámosolyognak, akkor egyszer csak egy gyerek azt is megtanulhatja, hogy igen, van ilyen, hogy megyek, van olyan, hogy esek, és attól még nem dől össze a világ. De a szülei összecsapják az összes kezüket. Lábukkal is toppantanak. Könny szökik a szemükbe. És a nagymama sikítva szalad a konyhából előfelé. Én mi történt veled, kiskudokám? Akkor egy értelmezési keretbe helyeződik az, hogy elesett a gyerek. És megtanulja, hogy a világ nagyon veszélyes. Tehát, hogy lehet éppen olyat, hogy az egyik lábamat a másik után helyezve úgy iramodok, hogy bizonyos pillanatokban, bár ember vagyok, és hat rám a gravitáció, de egyetlen lábam sincs a földön. Ezt hívják futásnak. Éppen egyetlen láb sincs a földön, de ez nagyon veszélyes, ez nagyon-nagyon veszélyes. Mert aki fut, eleshet.
Egy másik szülő, aki pedig nekiáll bunyózni a gyerekével, és hagyja, hogy a gyerek a fülénél fogja a fejét, egy másfajta értelmezési keretbe helyezi a testhez való viszonyát, vagy a fizikai szenvedést, vagy egyebet. Na, ténylegesen, észrevétlenül is egy bizonyos értelmezési keretet nyújtunk ahhoz, hogy az életeseményeket hogyan értelmezze aztán később egy gyerkőc. Emlékeztek, beszéltem arról, hogy az apukámtól nem túl sok életfilozófiát kaptam, hogy nem tanított meg arra, hogy hogyan érdemes élni. De azért egy mondatát azt nagyon őrzöm. A mondata így szólt, Ferikém, te rá se ráncs. Apa, köszi! Tulajdonképpen, ahogy próbáltam az ez már döfi mondat után ezt a mondatot is értelmezni, hát nehéz. Tehát, hogy honnan jön ez? Most rá se ráncs. Ne ráncs meg, vagy ráncs meg. Vagy nem ért, nem jön össze sehogy se, de ahogy az apám mondta, értettem, hogy mire céloz. Valami olyasmit üzent ezzel, hogy jaj, Ferikém, több is veszett Mohácsnál. Hát ez nem igaz, nem lehet normálisan beszélni, csak ilyen képekbe. Szóval az apukámtól kaptam egy örökséget, Ferikém, te rá se ráncs. És ami nagyon érdekes, hogy miközben ez a mondat, nem, hogy mondjam, nem egy megváltó mondat azért, ugye? Tehát nem egy olyan, amit úgy a sírra ír valaki. Tehát itt nyugszik Pál Ferenc, 66-tól 2000 valameddig, rá se ráncs. És magamnak mondom, vagy aki jön oda, vagy... De ez, egyébként ez nem is rossz, ez most megtetszett. Ez megtetszett. Ez... Miért ne hülyéskedj már, hogy pont ide jöttél, nincs jobb dolgod. Tehát ez a... Különben is kértelek benneteket, hogy jó sírfeliratokkal ajándékozzatok meg, mert abban mindig nagyon sűrűsödik az életbölcsesség. Ugye, tudjátok Füst Milánnak a tervezett sírföliratát? Tessék! Na! Van, amithez nem szólunk semmit. A Füst Milán tervezett sírfölül egy egészen elviselhetetlen ember volt, csak hogy azt mondja, kevés embert szeretett, azokat is utálta. De azért a kedvencem, amit nagyon, na annak van valami veleje is, hogy XY született emberként, meghalt asztalosként. Szóval édesapámtól kaptam ezt a mondatot, és akármilyen derültséget kelt bennem is, nagyon is hatott rám ez a mondat. Nagyon is. Hogy na, hogy van egy pont, ahol azt mondom, hogy valami ilyesmi. Na ez a rá se ráncs. Hogy van egy pont, ahol azt mondom, mit sajnáltassam magam. Másik. Gyerekekkel beszélgettem most vasárnap. Nézem, pont ezt el tudom mondani. Tehát, hogy a család értelmezési keretet nyújt, életfilozófiát, világlátást ad. És pont arról volt szó, hogy általában valahogyan látjuk az életet, de hogyha van föltámadás, akkor ugyanazokat a dolgokat másképpen is láthatjuk. És ezzel játszottam, hogy a gyerekeknek mondtam pillanatfelvételeket, és azt kértem tőlük, hogy mit látnak akkor, ha nem csak a hétköznapi pillantásukkal nézik. És akkor azt mondtam nekik, például látsz egy édesapát, meg egy édesanyát, akik rettenetesen, dühösen így állnak egymás mellett, vagy egy szavuk sincs, vagy ha van az is olyan, hogy inkább nem is mondjuk. Mit látsz? És ugye nyilván nem az a jó válasz, hogy egy édesapát, egy édesanyátok, akik nagyon dühösek. És olyan jókat mondtak, elhangzott az, hogy hát látok egy apát, meg egy anyát, akik szeretik egymást, csak nem találják az utat egymáshoz. Ezt látom.
Aha. És akkor mondtam, na most képzeljétek el, hogy láttok egy kislányt, akinek a legjobb jegye 3-as. És ül a padba, az utolsó padba ül, és csak 3-asai vannak, 2-esek is vannak, 4-es, 5-ös semmi. Mit láttok? És akkor az egyik gyerek azt mondja, jaj, én egy tehetséges valakit látok, csak még nem jött ki belőle. Én meg azt találtam mondani, hogy én pedig egy csinos kislányt látok, aki valahogy nagyon szépen tud öltözködni, nagyon klassz, szép érzéke van, de az iskolába erre nem nagyon szoktak 5-öst adni. Pedig milyen nagy dolog valakinek van szép érzéke. És aztán most amit akarok mondani, hogy az utolsó kép az volt, képzeljétek el, hogy láttok egy nagyon idős nénit, bent fekszik a kórházban. Ott van már 2 napja, ott fekszik a kórházi ágyon, 2 napja senki se látogatta meg, be van csukva a szeme, nemhogy nem iszik, 2 napja nem is ivott semmit. Mit láttok? És akkor hát a gyerekek nagyon aranyosak voltak. Az egyik gyerek azt mondta, hát azt látom, hogy hiányzik neki az unokája. Be kellene menni az unokának. Akkor másik azt mondta, hát én azt látom, hogy nagyon szeretné, hogy megfogják a kezét. Ugye, és akkor én is gondoltam, hogy na hát igen, ezért volt érdemes ezt a képet. Mi is oda jókat mondtak, na ezt szerettem volna hallani. És egyszer csak fönn a tribünön jelentkezett egy kislány. Azt mondja, ennek az idős néninek azért van csukva a szeme, mert már 2 napja nézi az eddigi életét, és annyira szép, amit lát, hogy nincs kedve kinyitni a szemét. Ehhez mit szóltok? Hát azt gondolom, hogy ehhez kell egy nagyon jó fej anyuka, meg egy nagyon jó fej apuka. Hát e mögött, a gyerek mögött tudom is egyébként. Hát egy jó kis család kell, hogy legyen. Hogy valakinek ilyen gondolata legyen, hogy becsukja a szemét, mert nézi azt a szép életet, és 2 nap, és még mindig nem jutott a végére, annyi szép volt benne. És akkor mi pedig vért izzadunk, hogy egy sérült embernek, vagy beteg embernek, vagy egyedül lévő embernek valahogy a fény, vagy a remény. Közben ez a kislány a családból. Ó, jaj, de szép. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ezzel folytatnánk akkor. Tehát a család mentálhigiénés funkciói. Szerbusztok!